Sziasztok! Ma a Judy Meyers eltűnésével kapcsolatban készültem nektek egy videóval. A nő 20 éves volt, édesanyja és menyasszony. Üdv mindenkinek! Sziasztok! A nevem Veronika, és az itt a valódi bűnösetek. A világ minden tájáról hozok nektek különféle eseteket, amit hosszabb, rövidebb videóval mondok el nektek. Itt a videó elején szeretném megkérni titeket, hogyha végignéztétek a videót és összetételőben, tartalmában, témájában tetszett, akkor iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, és a videó végén, hogyha úgy érzétek, akkor nyomjatok egy lájkot, esetleg hagyjatok egy kommentet. Köszönöm. Jodi Vilgénye a 29 éves Neil Archer volt. A férfi és a nő kapcsolata nem volt a legjobb. Nagyon sokat veszekedtek. A vőlegény úgy érezte, hogy a lány családja megpróbálja őket szétszakítani. A nő eltűnése előtti napon voltak egy családi vacsorán, Jody családjánál. A nő mostóhapjának volt születésnapja, és rendeztek egyfajta Kerti partit elvileg szívesen látták Nilt is, azonban a férfi úgy döntött, hogy ő nem megy be, ő a kocsiban várja meg a mennyasszonyát, amíg ő üdvözli az édesanyját, a mostohapját és egy picit beszélget a többiekkel, de valószínű azt várta volna el, hogy utána rögtön mennek is haza. A lányom úgy élvezte az otthoni társaságot, a családot, ezért nem nagyon szeretett volna még hazamenni, úgyhogy próbálta behívni Nilt, hogy töltse velük a délutánt, és csak egyszerűen érezze jól magát. Mondhatni a férfi, attól függetlenül odakint duzzogott a kocsiban. Jody családja ételekkel, italokkal ment ki a kocsihoz, és már-már könyörgött a férfinak, hogy csatlakozzon ő is. Valószínű, persze leginkább azt akarták, hogy csak Johnny maradhasson, hiszen látták a feszültséget kettőjük között, meg azért egy születésnapot nem az autóból kintről kellene ünnepelni. Jody maradt egy rövidebb ideig a családjával, nagyon boldognak tűnt, élvezte az egész társaságot. Este 8 óra körül el is hagyták a helyszínt, mindenki ment hazafele. Jodynak azért is kellett azért hazamenni, mert a párnak volt egy két éves kisfiúk is. A család ekkor látta utoljára Jodit. Másnap Jodi édesanyja kapott egy SMS-t a lányától, amiben azt írja, hogy ő, őnek is szüksége van egy kis gondolkodásra, szakított Nillel, és ezért adhatja a várost, elmegy egy teljesen más helyre. A lényeg az, hogy tényleg, hogy. Elutazik, távolabb megy, ez fontos a későbbiekben. Azt is írja, hogy egy picit helyre kell tenni a gondolatait, vele minden rendben van, és majd beszélnek. Az édesanyának azért több okból ez nagyon furcsa volt. Az első az, hogy a nőnek volt egy kisfia, akit biztos, hogy nem hagyott volna magára, vagy hogyha el is akarja hagyni nélt, akkor pedig viszi magával a kisfiút. A második, de nagyon fontos dolog, hogy Jody nagyon jó volt helyesírásból, fogalmazásból, és biztos, hogy nem írt volna ilyen sms -t. Azt tudni kell a lányról, hogy ha rosszul is írt véletlenül valamit, akkor is rögtön írt egy új üzenetet, amiben jól volt leírva az a szó, ami az előzőben a rosszul volt leírva. Tehát mindig figyelt az ilyen apró részletekre is. Ezek nagyon intő jelek voltak az édesanyja számára. Jodi lány testvére is kapott egy hasonló SMS-t. Ott is hasonló kétségek merültek fel, Ugyanom, hogy ne ott a fiát. Jody másrészt a fogalmazással voltak problémák a nővérnek, hiszen azt mondta, hogy ugye ő is azt mondta, hogy Jody nem írna így ilyen sms A harmadrészt ugye ott van az, hogy előző nap mindenki nagyon jól érezte magát. Jody egy szóval sem mondta azt, hogy ő elhagyná nélt, Tudták, hogy vannak problémák, de azért ez egy hatalmas lépés, és ha jobban vagy a családoddal, akkor nem teszel ilyen hatalmas lépést, anélkül, hogy nekik szólnál. Azt is írta Jody az édesanyjának, hogy egy másik telefont vásárol, úgyhogy más telefonszámról fog mostantól kapni üzeneteket. A nőnek minden nagyon furcsa volt, úgyhogy elment a rendőrségre, és feljelentést tett. A rendőrök... Komolyan is vették, meg nem is, hiszen egy 20 éves felnőtt nőről beszélnek, aki ráadásul SMS-t írt, hogy jól van, de persze azért is foglalkozott végül is a rendőrség ezzel az ügyjel, mert nagyon komoly volt az édesanyja, elmondta az aggájait, ugye a gyermekkel kapcsolatban is, meg a fogalmazással kapcsolatban is. Lényeg, hogy elkezdett nyomozni a rendőrség. Elkezdték kihallgatni a családtagokat, a távolabbi, közelebbi rokonokat, szomszédokat, és eljutottak Neil Archer-höz is, és az 55 éves édesanyjához, Margaret Archer-höz is. Margaret nem tudott semmit, legalábbis ezt mondta a rendőrségnek. Aztán jött ugye Neil. Neil egy nagyon különös történettel állt elő. Ő azt mondta, hogy amikor előző éjszaka otthagyták ezt a születésnapi bulit, akkor hazafele összeveszett Jodie-val. Jody mérgében levette a gyűrűjét és kihajította az ablakon, hazafele az úton. Majd egyszer csak azt mondta neki, hogy álljon meg, ott volt egy piros színű autó, amiben Judy beszállt, amiben volt egy számára, a férfi számára ismeretlen férfi és nő, de úgy tűnt, hogy ezt a férfit és a nőt Judy ismeri. A rendőrség tehát elkezdte ezt a Neil által leírt autót, azt hiszem egy furgon volt, ezt a furgont keresni. A családtagok elkezdtek a tévében könyörögni az elrablóknak, vagy Jordynak, hogyha saját önszentából ment el, hogy legalább adjon életjelet magáról. Ha pedig elrabolták, akkor pedig az elrablóknak könyörögtek a családtagok, hogy mondják meg, hogy mit akarnak, vagy adják vissza a lányukat. Tehát mindenki bement a tévébe, és próbált vagy Judina, vagy az elrablókra hatni. Itt tett Margaret Archer is. Ő is bement a tévébe ő is sírt, könyörgött. Jodinak címezte a könyörgését, hogy gyere haza, én vigyázok a két éves fiadra, nagyon hiányol, bárcsak itt lennél, és hasonló dolgokat mondott a tévében. Ugyanúgy Nélő is nagyon sírt és nagyon könyörgött. A rendőrségi nyomozás elég érdekes dolgokra derített fényt, méghozzá, hogy Jody eltűnésének másnapján, tehát a születésnapi buli másnapján, Jody a városban vett ki pénzt. Legalábbis a kártyájának a pénzmozgása ezt mutatja. De elvileg ugye azt írta az édesanyjának, hogy ő elhagyja a várost, elmegy messzire, hogy gondolkozzon. Tehát akkor vagy Judy hazudott az SMS-ébe, és így kell lenni a városban, vagy valaki használja az ő kártyáját. A másik érdekesség a nyomozás során, hogy a rendőrség próbálta megtalálni azt a kocsit, amit Neil leírt, de sehol nem találták, sem azt a férfit és nőt, akik elvileg abban a bizonyos kocsiban ültek, akik felvették Jodyt. Próbáltak megtalálni azt a gyűrűt is, amit Jody elhajított mérgében. Ezt sem találta meg a rendőrség. Tehát ezek már nagyon gyanúsak voltak, ezért jobban utána néztek ennek a pénzmozgásnak is, ugyanis... 250 dollárt vettek ki abból a bizonyos automatából is, ezért megnézték a biztonsági kamera felvételeket. Kiderült, hogy nem Jody vette ki ezt a pénzt, hanem egy férfi és egy nő. Egy idősebb nő és egy fiatal férfi. Nagyon hasonlított Jody anyósára, tehát Neil anyjára, Margaretre az egyik alak, a másik pedig Neilre hasonlított. Utána próbáltak Nélik a védekezni, hogy igen, vettünk ki pénzt, csak az az érdekes, hogy ezt nem említették meg a rendőrségnek. Pedig amikor nagyon kivallatnak, hogy mi történt azóta, mit csinálta azóta, azért azt csak eszedbe kellett volna jutni, hogy a mennyasszonyom bankkártyájáról vettem le pénzt. Ráadásul 250 dollár az jelentősebb összeg. Ami még furcsább, hogy utána kiderítették, hogy Margaret aznap ebből a pénzből elment és vett 600 kg cementet és egy talicskát. Elkezdték megfigyelni Nilt és az édesanyját Margaretet is. Mik voltak még a furcsaságok? Hazajött Lawrence, Nél édesapja, ő egy eh, tasmánai utazáson, üzleti úton volt, és pont apák napja körül ért haza. Arra ért haza, hogy le van betonozva a fészer, ami már régóta rossz állapotban volt, és Azért már többször említette Nélnek, hogy ezt meg kellene csinálni. És Nél azt mondta, hogy hát ezt ö, apák napjára megcsináltam neked. És még az édesapjának is nagyon furcsa volt, ez túl nagy gesztus volt Néltől, hiszen Nélt nagyon egy lusta embernek írta le, és azért ezt nem nézte volna ki a fiából, hogy ő ezt megcsinálja ő neki, csak úgy, ajándékba. Itt már ti is kezdhetitek összerakni a képet, hogy hova is kellett az a 600 kg cement. Itt még Nél és Margaret még mindig azt mondta, miután ezek kiderültek, hogy hát igen, vettünk cementet, hogy lebetonozzam a fészát az édesapámnak. Mindeközben, még az eltűnés után nem sokkal azért, Jodi édesanyja és testvérei kaptak SMS-t. Jodytól más telefonszámról. Erre is fényderült, hogy kiírta azokat az SMS-eket, és miért más telefonszámról. Ugyanis miután Margaret és Neil leemelt ezt a 250 dollárt a lány számlájáról, utána még ráadásul ebből a pénzből vették meg a, az új szimkártyát is, és töltötték fel ezt a szimkártyát, és ezt a szimkártyát használták egy telefonban, hogy erről küldjenek SMS-eket a család többi tagjai számára. Tehát Jodi nevében küldtek SMS-eket. Azonban, hogy test még nem volt. Úgyhogy a rendőrség egyre több kihallgatást végzett, de megfigyelés is volt, de nem jutott a közelebb a megoldáshoz, hiszen ezek csak dolgok. Mondhatták azt is nélék, hogy hát azért vettünk telefonkártyát, mert összevesztem a barátnőmmel, vagyis hát a mennyasszonyommal, és nem akartam, hogy rám terelődjön a gyanú, inkább úgy csináltam, mintha ő még jól lenne. Tehát mindent ki lehet magyarázni, hogy ez még nem volt bizonyíték, közvetett bizonyíték. Végül körülbelül egy hónappal a Jody eltűnése után Neil elmondta Aaronnak, az öccsének, hogy mi is történt Jodyval és a holtestével. kiderült, hogy Nél a veszekedés során, amikor éjszaka a születésnap után hazamentek, elkezdtek veszekedni, és nil megfojtotta a barátnőjét, vagy meg hát mennyasszonyát. Utána a holtestet elvitte az édesanyja házához, ahol végül is a fészer alá temették el, és később ezt a fészert betonozták le. Nél öccse, Éron, ezt nem tudta magában tartani, ezért ő elment a rendőrségre, és mindent bevallott. A rendőrség végül is letartóztatta Nilt is, és Margaretet is, hiszen ő részt vett ebben az ügynek az elfedésében. Ő egyfajta tettestásként tartóztatták le a nőt, hiszen maga a holtest eltüntetésében, és utána az ügynek a, az egész fedezésében közrejátszott az édesanyja. Ezt nagyon zárójelesen teszem oda, hogy valószínű, nagyon sok anya segítene a fiának hasonló esetben. Nem tudom, hogy melyik anya futna rögtön a rendőrségre, és vallaná be, hogy a fia megölte a mennyasszonyát. Ez nagyon, ez nagyon, kettős, hiszen ha kiderül, hogy a fia gyilkos, az nem csak hogy nem jó, azt ugye jelenteni kellene a rendőrségen, de mégis a fiáról volt szó. Tehát valamilyen szinten részben talán meg lehet érteni, hogy a nő miért cselekedte azt, amit nekem nem tisztem, itt az érték ítélete, sem a bíróságnak az ítélete. A tárgyaláson közölték azt is, hogy Jodit megfojtották egy kapucnis pulóvernek a zsinórjával. Ezt a kapucnis pulóvert többször viselte Neil. Azt is mondták, hogy ez nem egy hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosság, hiszen Neil nagyon uralni akarta a nőt. Úgy volt vele, hogy a nő, mint hogy az ő tulajdona lenne. Jolinak azt kell csinálni, azt kell tenni, amit ő mond. Ahogy ő nekik jó, és ő nekik hogy jó, ahogy nél akarja. Ebből régebben is voltak viták, nagyon egy ilyen uralkodó típus volt nél, és nem bírta elviselni, hogyha valami nem úgy történik, ahogy ő akarja. Például, amikor kinnőtt a születésnapi partin, valószínű azt várta volna el Jodytól is, hogy rögtön menjenek haza, de mivel a lány jól érezte magát, lehet, hogy már ezért is feldőhödött, hogy a lány nem volt hajlandó rosszul érezni a magát, és nem rögtön ment haza a férfival. Ami még borzasztó, hogy Margaret is ugye ugyanúgy könyörgött a, vagy az elrablónak, vagy Jodinak, ugye elvileg akkor még nem lehetett tudni, hogy kivitt el a lányt, vagy önként ment el. Tehát a Margaret könyörgött a tévében, ő vigyázott Jody két éves kisfiára, Eliára. Tényleg ami borzasztó, hogy amikor még nem temették el a nőt, vagy hát eltemették, de még nem raktak rá egy cement réteget, nos, addig a két éves kis jót játszott a házban. Abban a házban, ahol hátul a fészerben a halott édesanyja volt még ugye a földbe eltemetve. Az is borzasztó, hogy a lány bankkártyájáról vettek le pénzt, tehát a lány saját maga fizette elvileg a temetését. Ez nagyon felháborított mindenkit, és a Jody család is azt mondták, hogy abban a tekintetben megértik Margaretet, hogy segíteni akarta a fiának, viszont Jodit is ismerte. Ráadásul Margaret unokájának az édesanyjáról beszélünk. Őhoz is kellett volna valamilyen kötődés lenni, egy ilyen érzelmi kötődés, és legalább az ő emléke miatt adhatta volna fel a fiát. Végül is elítélték Nilt is, és Margaretet is. Nilt, a 29 éves férfit, elítélték Jody Meyers meggyilkolása miatt, 22 évet kapott, utána kérheti 22 év után a feltételes szabadlábra helyezését. Az édesanyja, hogy közöműködött ebben a gyilkosságban, ő 6 évet kapott. Jordi családjának tetszett az idélet, az is, hogy Margaret nem csak egy felfüggesztettet kapott, hanem letöltendő börtönbüntetést, hiszen, mint már mondtam, ugye az, hogy, hogy nem egy vadidegenről beszélünk, hanem mondhatni, Margaretnek is a család tagjáról beszélünk, és mégis ezt tette amit, és bár számukra nem lesz jobb, nem kapják vissza Jodit, de legalább elítélték a gyilkosát, és azt is, aki ebben közben működött. Mint már mondtam, lesznek rövidebb videók is, ez is az volt. Egy ausztrál esetet dolgoztam ki számotokra, egy fiatal lány eltűnésével és halálával kapcsolatos bűnesetet. Ha nem hallottál erről az esetről, vagy valami kiegészítést tudtok, akkor azt kommentben írjátok meg. Ha összetételében, témájában tetszett a videó, na akkor kélek nyomjatok egy lájkot, remélem a következő videóban találkozunk. Vigyázzatok egymásra és magatokra, sziasztok!